mai műsorunk tartalmából. Új partnertelepülés, Ho Chi Minh város egyik kerületével kezdődtek partnervárosi tárgyalások. Közösségi kerítésfestés, az önkormányzat, kerületi cégek és civilek fogtak össze, hogy megújulhasson a szeretet otthon kerítése. Spin-off klub a Szigeten is, az Újbudai Üzleti Klub a fesztivál civil falujába költözött, és ott rendezett beszélgetéseket egy héten át. Új vietnámi testvérvárosa lehet Újbudának, Ho Chi Minh egyik kerülete. Az erről szóló kétoldalú szándék már megszületett. A képviselő testület az erről szóló javaslatról ősszel dönthet. Magyarország és Vietnám mindig is baráti kapcsolatokat ápolt, különösen az 1970-es évek végén. Ekkor ugyanis számos, most már országgyűlési képviselőként vagy tudományos szakemberként tevékenykedő vietnámi diák látogatott el hozzánk a távol-keleti országból. A vietnámi parlamentben még most is több olyan politikus dolgozik, aki jól beszéli a nyelvet. A fiatalabb vietnámi generációnak azonban jelenleg már nincs meg az a tudása Magyarországról, ahogy a hazai sem a vietnámiról, ami jó pár évtizeddel korábban a két ország közötti kapcsolat alappilléréül szolgált. Én úgy gondolom, hogy a testvérvárosok, illetve a testvértelepülések kapcsolatában a legfontosabb az, hogy a legalacsonyabb szinten összehozzuk az embereket egymásra, hogy megismerjék egymás kultúráját, egymás gondolatait, problémáit, pozitívumait, stb. És ezáltal mindegy bemutatva magukat és megismerve az országot, a másik országot, tényleg kialakulhat egy olyan kapcsolat, amire rá lehet építeni egy kulturális, egy társadalmi, egy gazdasági együttműködést. A többek között Hoffmann Tamás polgármester és Simicskó István honvédelmi miniszter által folytatott megbeszélésen a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság alelnöke, főtitkára is részt vett. Pham Viet Son 1976-ban folytatta tanulmányait Magyarországon, később a vietnámi külügyminisztérium tolmácsaként dolgozott, jelenleg kizárólag magyar termékek forgalmazásával foglalkozik szülőhazájában. Érdeklődésünkre elmondta, Újbudához korábbi tapasztalatai miatt kötődik, továbbá az egyik leggyorsabban, leglátványosabban és legdinamikusabban fejlődő magyar települések egyikeként tartják számon Ho Chi Minhben. 11. kerület, ahol mi itt éltünk, tanultunk, tudjuk, hogy milyen jó és milyen képessége van, milyen sajátossága van, milyen érdekessége van. És láttunk, hogy Ho Chi Minh városban is van ilyen hasonló kerület. Úgyhogy ha mind a két kerület tudna majd együttműködni, testvéri kapcsolatot teremteni egymással, akkor egymásnak segít, és mind a kettő fejlődni fog. Újbuda polgármestere támogatta, hogy az egyik Ho Chi Minh beli városrész és Budapest 11. kerülete között új, szoros, bizalomra és együttműködésre épülő kapcsolat alakuljon ki. Ezt a véleményét hangoztatta Simicskó István honvédelmi miniszter is, a 11. kerület országgyűlési képviselője. Fontos, hogy a vietnámi kapcsolatokat erősítsük, pont azért, mert nagyon-nagyon sok fiatal ember tanult annak idején vietnámiak Budapesten, többek között a Műszaki Egyetemen, itt a kerületünkben. Ezek az emberek azóta nyilván visszatértek az országukba, és fontos vezetők lettek, országgyűlési képviselők lettek, parlamenti képviselők lettek, kerületi vezetők lettek, magyarul kiválóan beszélnek ráadásul, a fiatalságukkal azonosítják Magyarországot, Budapestet, szép emlékekkel tértek haza, tehát még nyelvi nehézségek sincsenek, érzelmi kötődésük van Magyarországhoz, a kerületünkhöz, Újbudához, ezért szerintem fontos, hogy ezt a bizalmi kapcsolatot felhasználva keressük az együttműködésnek a további lehetőségeit. Gazdasági területen, kulturális területen nézzük meg az oktatásban, mit lehet tenni, a sportban mit lehet tenni. A testvérvárosi együttműködés Újbuda és a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság elképzeléseivel egyaránt összhangban van. Repman Károlyra, Újbuda hősi halált halt tűzoltóhadnagyára emlékeztek a Dél-Budai Katasztrófa Védelmi Kirendeltségen, augusztus 8-án a Műegyetemen történt tragédia 10. évfordulóján. A tűz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem alaksori lőterén tört ki. Az oltásban közel 30 tűzoltóautó és 130 tűzoltó vett részt, amely során közülük hárman füstmérgezés miatt életüket vesztették.
a mínusz második szinten történt a tűzeset, és a tűzesetnek a felderítése során a kollégák lehatoltak az alsó szintekre, és az alsó szinteken a füst terjedése az gyorsabb volt, mint a kollégáknak, ahogy tudtak volna menekülni, és sajnálatos módon már hárman nem tudtak a felszínre jönni. A Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltói úgy gondolták, hogy a 10. évfordulóra saját maguk állítanak emlékművet egyik társuk által faragott kopjafával. Kaluz Róbert tűzoltó főtörzsőmester, a 14. kereti hivatásos tűzoltó parancsnokság gépjárművezetője, magánemberként szeret a fával dolgozni, és ezt a kettőt összepárosította. A családtagok, egykori barátok, munkatársak mécsesekkel és virágokkal emlékeztek. Az önkormányzat nevében Király Nóra alpolgármester koszorúval rótta le tiszteletét. Újbuda önkormányzatának nagyon fontos a katasztrófavédelem munkatársainak megbecsülése, ezt több módon is kifejezzük. Egyrészt anyagi támogatással, minden évben a költségvetésünkben nagyobb összeget különítünk el arra, hogy a katasztrófavédelmet támogassuk, például éves jutalmakkal. A másik pedig az, hogy az ilyen szomorú alkalmakon is megemlékezünk a hősi halált halt munkatársakról. Repman Károly Újbuda egyetlen hősi halált halt tűzoltója. Fiatalon mindössze 24 évesen áldozta életét embertársaiért. Hajléktalan felnőttek, szomorú sorsú gyerekek, önkormányzati dolgozók és a főtáv vállalkozó szellemű alkalmazottai újították fel, és festették újra a Dajka Gábor utcában található 23. János pápa szeretett otthon Okos Gizella ház kerítését. Az intézményre ráfért a renoválás, hiszen idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, és az elmúlt években nem került sor rekonstrukcióra. Az idén jubiláló szeretett otthon méltán ünnepelheti így az idei születésnapját. Nagyobb felújítás nem volt ez alatt a 35 év alatt, és az anyagi helyzete az otthonnak nem engedte meg, hogy ezt saját erőből megcsináljuk. Úgyhogy különösen hálásak vagyunk, hogy szombatjukat ilyen nagyon melegbe erre áldozzák. Csernus László az önkormányzat képviselője, a társadalmi felelősségvállalás tanácsnoka, az akció keretében megvalósuló önkormányzati, civil és vállalati együttműködésben rejlő lehetőségek és azok kiaknázását emelte ki a kerítésfestés kapcsán. Újbuda önkormányzata évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az esélyegyenlőség elve alapján a hátrányban élő, nehézséggel küzdő lakosai életminőségét intézkedéseivel, a civil és a vállalati partnereivel közösen tudja javítani. A kooperáció ötlete az Esélyek utcája című programnak köszönhetően indult el, és nem új keletű Újbudán. Nagy öröm számomra, hogy az Esélyek utcája nem egy úgymond projektrendezvény volt, amely egyszer megtartásra került, és aztán utána el tudjuk felejteni, hanem tulajdonképpen egy folyamat indult el, és pont a mai nap is egy ilyen alkalom, amikor intézmény, vállalat, civil szervezetek és természetesen az önkormányzat is találkozik, és egy jó ügy érdekében összeáll és önkéntes munkát végez. A szereplőket minden évben hajtja a lendület, hogy újabb és újabb programokkal tudjanak segíteni egy-egy közösségnek, és mindenki figyelmét az esélyegyenlőség, a családbarát szemlélet kialakításának fontosságára hívják föl. A főtáv dolgozói is éppen ebből a célból vettek részt a szeretett otthon kerítésének felújításában. Az újbudai székhelyű vállalat egy olyan közszolgáltató cég, amely nem próbál pusztán a nyereségességre törekedve működni. Tekintettel van a körülötte lévő világra, amelyben működik, és az ott tapasztalt hiányosságokra, lehetőségeihez mérten igyekszik reagálni. Főtáv ZRT-nek nagyon komoly elkötelezettsége van, nem csak a környezetvédelemben és a korszerű szolgáltatásban, hanem abban is, hogy amennyire lehet jelen akarunk lenni azoknak az önkormányzatoknak, azoknak a polgároknak az életében, akiknek igyekszünk jól szolgáltatni. A szeretett otthon kerítésén szintén ecsettel a kezükben és festékpöttyökkel az arcukon dolgoztak a Kürti Erzsébet Alapítvány mentorágyai is. Nagyon szívesen jöttünk ide festegetni, jó testmozgási lehetőség, kikapcsolódási, aktív pihenési lehetőség, abszolút csapatépítési lehetőség is, és az önkéntes munka, mint olyan, ez nagyon fontos dolog, hogy tudjanak ők is visszaadni abból, amit ők kapnak. A menedék
Kórház Alapítványtól érkező hajléktalan felnőttek szintén lelkesen vetették bele magukat a munkába, amely az Egyesület céljával összhangban a leszakadó rétegek társadalmi és gazdasági integrációs esélyeinek növelését, illetve a már leszakadt társadalmi rétegek felzárkóztatását segítheti. A kerületen belül szerintem fontos, hogy beinduljon egy ilyen aktivitás. Ennek eddig nem nagyon volt kultúrájáleg, és a mi részünkről nem tudtunk ebben részt venni, de nagyon reméljük, hogy ez valaminek a kezdete. A változás, a megújulás létfontosságú ahhoz, hogy a versenyképes kiút lehetőségeket tudjon a rászorultaknak biztosítani, tette hozzá a Menedékház Alapítvány vezetője. A Jazz Mobil hozta el a Bikás Parkba az ingyenes koncertet. Augusztusban ugyanis 4 hétvégén egy zenélő kis busz járja Budapest utcáit. A Jazz Mobil nevű járműben profi hangszeres zenészek ülnek és szórakoztatják a járókelőket. Minden hétvégén egyik este megállnak egy forgalmas helyen, és csatlakozik hozzájuk egy népszerű énekes. A Jazz Mobil fellépőjeként a második hétvégén Veres Mónika, azaz Nika adott ingyenes szabadtéri koncertet augusztus 12-én pénteken 7 órától Újbudán, a Bikás Parkban. Ez a Jazz Mobil Pili Barnával indult, és iszonyatosan jól meg tudtam mozgatni az embereket, és mindenképpen azt gondolom, hogy mindig jó a gyökerekhez visszatérni, és egy picit beleásni magunkat, hogy egyébként úgy a könnyű zene, a pop rock, az úgy honnan ered, tehát valamilyen szinten a jazz az úgy mindennek a kiindulási pontja egy kicsit, én ezt gondolom, és egy picit olyan műfajt viszünk talán közel az emberekhez, így az utcákon, tereken, ami lehet, hogy eddig olyan rétegnek gondolt, de ha az ember bármi, amit csinál, jó érzéssel csinálja és szívből adja, az igenis hat, és ez a célja, én azt gondolom. A Jazz Mobil alapötlete Milánóból származik. A Music Fashion kiadó munkatársai az olasz városban sétálva véletlenül futottak bele egy kis buszban utazó zenekarba, és arra gondoltak, hogy jó lenne az elképzelést Budapesten is meghonosítani. Az eredeti koncepciót némileg átalakították, és a buszra kifejezetten minőségi, ugyanakkor laza, könnyed és szórakoztató jazz muzsikát játszó profi zenészeket verbúváltak. A milánói példától eltérően nálunk énekesek is bekapcsolódnak a projektbe, hogy a közös ingyenes koncertekkel közelebb vigyék a hallgatósághoz az igényes zenét. Azért jazz, mert eleinte ugye az eredeti ötlet, amit Milánóban láttunk, az egy rockzenekarral volt, de aztán arra gondoltunk, hogy talán kicsit jobban fogyasztható a jazz műfaja, meg egy kicsit jobban az emberekhez közelebb áll az, amikor ilyen kis lanzsosabb, lájtosabb dolgokat játszunk. És hát ez be is bizonyosodott, mert szerencsére ez jól sült el. A nyár legmenőbb kis buszában, a Jazz Mobilban a koncertek alkalmával ugyanaz a profi zenekar utazik, amely tehát minőségi, élő jazz zenével lepi meg a munkából hazafelé tartókat. A Jazz Mobil augusztus végéig közlekedik. A Spin-off Klub csapata idén nyáron sem pihent, hiszen a Sziget Fesztivál civil falujába is kiköltözött. A tagok, műsorvezetők, beszélgető társak az Újbudai Spin-off Klub sátrában az egyhetes együttlét szerdai napjától délutánonként várták az érdeklődőket egy-egy jó vállalkozói előadással, vállalkozói önértékelési teszttel, újbudás ajándéktárgyakkal és ingyen csocsóval. Az első meghívott előadó Hőnyi Gyula, a Központ Újbudai Kulturális Pedagógiai és Média Kft. Ügyvezető igazgatója volt, aki egyebek között a brandépítésről és ennek kapcsán a Pont című magazinról beszélt. A Pont magazin 48 oldalon áttekinthetően és színesen foglalja össze az újbudai eseményeket, olyan sztároknak is helyet adva, akik nem csak közérdeklődésre tartanak számot, de mondani valójuk is van az olvasóknak magukról, a világról és persze Újbudáról. A Sziget Fesztivál Spin-off klubjának vendégei voltak még, többek között Böszörményi Nagy Gergely, a Design Terminál főigazgatója, és a SAP, azaz a Street Art Projekt Performance kiötlői is.
Utóbbi egy startup szemléletű kortárs tánc alkotócsoport, amely formabontó utcai előadás sorozatokkal rukkol elő országszerte. Az érdeklődők a Spin-off klub vendégeként köszönhették a szigeten Horváth Dorkát, a Bukr Kids ügyvezető igazgatóját. Szabó Tünde, az Emmy sportért felelős államtitkára és Király Nóra Újbuda alpolgármestere szerint a hagyományos női szerepek és a munka összeegyeztethetőek. Ők erről beszéltek a Spin-off klubba. A Spin-off klub Pető Attilát, a Corvinus Egyetem oktatóját, a Gazdálkodás Tudományi Kar Kisvállalkozás Fejlesztési Központjának előadóját is meghívta. Zalánki Gergő, a 2016-ban univerziádé győztes, magyar bajnok vízilabdázó, az OSC-ben folytatja pályafutását. Addig azonban komoly kihívások elé néz, hiszen Benedek Tibor szövetségi kapitány felfigyelt a meglehetősen fiatal, mindössze 21 éves játékosra, és lehetőséget kapott arra, hogy a nemzeti válogatottban, a Riói olimpián is megcsillogtassa tehetségét. Hát amiben erős vagyok, azt úgy gondolom, hogy ezek a lövések. Úgyhogy szerintem ő is erre számít, hogy esetleg meg nem ismernek, és akkor egy-két olyan gólt is tudok lőni, ami úgymond bravúr, de szerintem a védekezésbe, illetve maga a támadásba passzok, illetve ezek, úgyhogy szerintem így sok minden van, de a lövés lesz az, ami leginkább nyerő lesz. Elmondása szerint az olimpia előtti felkészítés elsősorban arról szólt, hogy a negyedik negyedre, a meccs végére tudják a legjobbjukat hozni, illetve a negyed döntőtől fokozottan tudjanak feladatukra koncentrálni. Úgy gondolom, hogy már mindenki jó csapat, csak nem lesz sima meccsünk, ha nyerünk 10-15 góllal, hanem hogy mindegyik meccs olyan szoros lesz, és ez a bizonyos negyedik negyed lesz majd mindegyiknél a döntő, úgyhogy nem emelnék ki senkit, úgy gondolom, hogy szerbek is verhetőek, de mindegyik keményes lesz. Csapattársai és edzője Vince Balázs is már nagyon várják a játékost. Egy bátor, lövésre vállalkozó játékos érkezik majd az olimpia után a csapatunkba, és ez úgy gondolom, hogy nagy segítség lesz nekünk, mégpedig azért, mert a jobb oldalunk, tehát a balkezes oldalunkon Kevin Graham kiváló védekező munkát nyújtott, de a támadásokban, a góllövésekben ritkán tudott hozzátenni a csapatnak a teljesítményéhez. Ezt úgy látom, hogy Gergő meg tudja majd valósítani, de nyilván a védekező munka is szükséges lesz majd, hogy mit tud hozzátenni. Addig is szorítsunk közösen az ifjú tehetségnek, hogy olimpiai bajnokként érhessen haza. Olimpikon úszók látogattak a Sztársport Akadémia úszótáborába július 11-én. A Nyék Imre úszodában rendezett játékos foglalkozások részeként profi sportolókkal ismerkedhettek a gyerekek. Kiderült például az is, hogy Verasztó Dávid Újbudán lakik. Innen indul minden nap edzeni, és az úszást annak idején a Nyék Imre úszodában kezdte tanulgatni testvérével, Evelinnel, a szintén úszó szüleitől. Ebben a medencében, itt nincs messze tőlünk. Tanultunk, igen, hát nagyon fiatal voltam, amikor megnyílt szerintem, akkor itt már rögtön elsőként úszhattam benne, és akkor még tanultuk, apa, anya oktattak itt az úszásra. Verasztó Evelin arról mesélt, mennyi mindent adott neki az úszás. Célt adott a mindennapjainak, és végig utazhatta a világot. Igazából kiskorom óta arra készültem, hogy úszó legyek. Ugye azt láttam, hogy a szüleim is szerették ezt csinálni, és nagyon sok jó emléket kaptak. És nekem mindenképpen az volt a célom, hogy én is át tudjam élni, hogy mehessek egy olimpiára, vagy egy nagy versenyre. De emellett azért sok minden tanít az embernek, hogy legyen rendszer az életedben, meg így a kitartásra nevel, amit szerintem azért az élet több területén lehet majd kamatoztatni a végén. Evelin elmondása szerint számtalan más sportot is kipróbáltak a testvérével, mielőtt az úszás mellett döntöttek. Együtt jártak kosarazni és karatézni, és ő még ritmikus gimnasztikázott is. Így nem lehet a szüleit azzal vádolni, hogy szándékosan terelték volna őket az úszás felé. Mi mindig azt mondjuk, hogy tudták, hogy ez lesz a vége, bár ők váltig állítják, hogy nem miattuk lettünk úszók, de én nem éreztem felőlük nagy nyomást, hogy nekem ezt most muszáj lenne szeretnem.
kipróbáltunk csomó más sportot is, pont ezért, hogy ugye nem mondhassuk nekik ezt, de nagyon szeretünk tényleg vízben lenni, az uszodai közeget, az uszodai barátokat, az uszodai játékot, ezt az egész életformát, úgyhogy ott ragadtunk mi is. A Sztársport Akadémián nem csupán a látogatók, a szakedzők között is vannak olimpikonok. Mutina Ágnes az egyik, aki az óvodáskorú törptáborosokkal délután, a nagyobb gyerekekkel délelőtt is foglalkozik. Van, aki még most tanul úszni, vannak már haladók, van olyan mondjuk, aki évközben vízilabdázik versenyszerűen, és akkor csak kicsit rá kell fektetnie egy nagyobb hangsúlyt az úszásra. Mindenkinek próbálunk személyre szabottan edzést biztosítani. Mutina Ágit meglepte, hogy egyáltalán nem kell fegyelmezni a gyerekeket, ha úszásról van szó, mert annyira szeretik. Nincs olyan probléma, hogy megyünk úszni, és akkor nyávognak, hogy ne menjünk, meg menjünk inkább focizni, hanem mindenki ez az, menjünk úszni, úgyhogy nagyon boldogok. Szerintem az úszás a legjobb. Minden délelőtt jó egy kis felfrissülés, és utána lehet jókat játszani a medencében. Mi az, amit megtudtál az olimpikonokról? Mi volt számodra érdekes abból, amit meséltek? Hát, hogy hány évesen kezdtek el úszni, és hogy mennyi országban voltak versenyen. Összesen közel 100 gyermeket fogadott idén nyáron a Sztársport Akadémia, a Nyék Imre úszodában. Szurkolói klubot hirdetett a riói olimpia idejére az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. Előző napi összefoglalók, izgalmas beszélgetések, élő bejelentkezések és nyereményjátékok várják a szurkolókat a Budai Park színpad árnyas teraszán. Én azt gondolom, hogy egy jó szórakozást adhatunk és drukkolhatunk együtt, hiszen erre vágytunk. Ez az olimpia 4 évente van. Várjuk Vince Balást, a úszóktól Mutina Ágit, aki segít nekünk, és ha jól tudom, Ferjancsik Domokos és Nagy Tímea is tiszteltét teszi, illetve várjuk őket szeretettel, hogy segítsenek nekünk. Horváth Gábor az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. Szakmai igazgatója, kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok kajakozó. Augusztus 13-án indult az olimpiára, és várhatóan többször is bejelentkezik Rióból. Szeretnénk vele beszélgetni, hogy milyen a hangulat Rióba. Egy kicsit, mintha átélné Újbuda lakossága azt, hogy mintha mi is Rióba lennénk. A szurkolói klub első vendége Vince Balázs. Az Aido SC Újbuda vezetőedzője volt a csapat két játékosával, Buncsú Erikkel és Juhász Zsolttal. Augusztus 8-án az ausztrálok elleni vízilabda mérkőzést izgulhatta végig együtt a közönség a sztárokkal. Nagyon úgy lehetett érzékelni az első forduló eredményei alapján, hogy rendkívül kiegyensúlyozott mérkőzések és eredmények vannak, úgyhogy félváról egyik csapatot se lehet venni. Egy Brazília egyből meglepett egy Ausztráliát, Japán 3 góllal vezetett az utolsó negyed kezdetekor Görögország ellen, úgyhogy az, aki egy picit nem figyel oda, egyből bajba kerülhet. Nyilván ez vár ránk is, minden egyes ellenfél ellen, de én úgy gondolom, hogy megfelelően felkészült a csapat mentálisan, taktikailag, hogy ezt a terhet bírja. A programok pontos idejéről és a meghívott vendégekről az Újbudai Szurkolói Klub Facebook oldalon lehet tájékozódni. A rendezvény ingyenes.